sok minden az egyik fülünkön be, a másinkon kimegy, az értelmünket sem érinti. Áldunk téged azért, hogy a világ hangzavarában hangzik a te halk és szelíd szabad is. Köszönjük, hogy a te igéd igazság. Köszönjük, hogy miközben mi a magunk igazát bizonygatjuk, te az igazság beszédeit szólod neked, nekünk. Dicsőítünk téged a te szabad erejéért. Magasztalunk azért, hogy ezzel az igével teremtetted ezt a világot. És hisszük, Urunk, hogy a te szabaddal ki tudod cserélni a mi egész belső világunkat. Újjá tudsz teremteni minket mindenestől. Ezt a teremtő szót kérjük most tőled. Azt a szót, ami a te szádból származik, és ami megcselekszi, amit te akarsz. És azt tudjuk, hogy te mindig jót akarsz. Tudjuk, hogy ha nem te szólsz, Urunk, a szó fülig, ha érhet. De szívig nem mehet. Nekünk pedig új szívvel van szükségünk. Segíts minket szent lelkeddel, hogy így tudjuk megnyitni most magunkat előtted. Vedd el a fáradtságunkat, előítéleteinket, vedd el tudatlanságunkat és okoskodásunkat, és szólj, hogy legyen szabad ír és gyógyító erő. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Lukács evangélium a 24. részének 13-tól 21-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Ketten pedig közülük még aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amik történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odaszegődött hozzájuk, és együtt ment velük. Az ő szemeik azonban visszatartóztattak, és nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas, Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Kedves testvérek, azzal kezdődött a történetünk, hogy Jézus Krisztus két tanítványa, nem a 12-es körből, hanem egy távolabbi körből, szomorú szívvel indul haza Jeruzsálemből Emmausba. Jézus halálával minden reménységük elveszett. Ketten mennek, beszélgetnek. És mivel csak maguk között, ahogy a tegnapi részből láttuk, tehát Jézus nélkül beszélgetnek, ezért nem jutnak tovább a csalódásaiknál. Újra és újra csak azt tudják megtárgyalni, ami Jeruzsálemben történt azokban a napokban. És úgy, ahogy ők azt átélték, az eléggé csüggesztő. Ezért hát egyre jobban úrrá lesz rajtuk a csüggedés. A lemenő nap, amelyikkel szembe haladtak, találó jelképe volt lelki állapotuknak. Túl vagyunk már mindazon, amit várhattunk a mai naptól, túl a reményen, túl az örömön, túl az életen. Ezután már nem sok következhet. Ezután már, ami ott történt, semmi jó nem következhet. És ahogy így ballagnak, váratlanul hozzájuk szegődik egy harmadik férfi. Mi tudjuk az igéből, hogy a feltámadott Krisztus volt, de ők ekkor még nem ismerték fel. Kedvesen bekapcsolódik a beszélgetésükbe, kérdezgeti őket,
ők meg telelgetnek. Ez a ma esti igénk. Milyen üzenetek szólalnak meg ebben? Először is az, hogy mindig Jézus kezdi. Mindig ő az, aki hozzánk lép, megszólít, utánunk jön, utánad jön ezen a héten is, aki egyre beljebb mész a világba, és talán egyre mélyebben a szennybe, a bűnbe. Egy idő óta talán már úgy, hogy nem akarod, de nem tudsz más tenni. Egyre messzebb Jeruzsálemtől, el a templomtól, el a hajdani értékektől, gyerekkori emlékké vált mindez. Valami olyan csecsebecse, ami bekerült a vitrínbe, az ember nem dobja ki, mert kedves, személyes emlék, de nem használja. Mint egy repett, aranyozott szélű csésze, talán olyanná lett mindaz, ami Istennel kapcsolatos az életedben. Kidobni nincs szíved, használni nem tudod. És Jézus most mellé szegődik, és ad valami épp csészét. Ad benne élő vizet is. Ad valami olyat, amitől élni lehet. Elkezdesz élni. Testvérek, olyan sokan nem tudják azt, hogy amikor mi még nem is hallottunk Isten szeretetéről, ő már akkor szeretett minket. Amikor mi még nem is tudtunk Jézusról, ő már velünk együtt jött az úton. Talán mielőtt megszülettél, az édesanyád már imádkozott érted. És ebben az imádságban már téged keresett Jézus. És téged keresett annak a szolgálatában, aki először beszélt neked az ő szeretetéről. Valakitől kaptál egy Bibliát, hirtelen meg se tudnád mondani, hol van. Jézus kereső szeretete volt mögötte. Egy szünetben egyszer egy munkatársad beszélt neked a hitéről. Jézus keresett általa. Talán ő se tudta, te se tudtad. De Jézus tud rólad. A Szentírás tele van erre vonatkozó drága kijelentésekkel, hogy ő név szerint ismer minket, számon tart és szemmel tart akkor, amikor mi még egyáltalán nem vagyunk tekintettel őrá. Mérhetetlenül fontos neki minden, ami velünk történik. Annyira fontos, hogy utánunk jött, hogy segítsen rajtunk. Ott hagyta a mennyei dicsőséget. Kicsi gyermekként megszületett egy betlehemi istálóban. Nem félt a bűztől, a kiszolgáltatottságtól, az emberek sok embertelenségétől. Éppen ezektől akar megszabadítani minket. Az Isten igazságos haragjától, ítéletétől akar megszabadítani, úgy, hogy az elszenvedte helyettünk, amikor mi még nem is tudtunk arról, hogy van ilyen. Az életünket akarja megmenteni, sőt, vissza akarja adni nekünk az elveszített isteni életet. A tulajdon életét kínálja nekünk. Ó, sokaknak fogalmuk sincs arról, mennyire igaz ez a szép énekünk. Nem éltem még a föld színén, s te éltem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, s tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, s már elválasztál engemet, hogy társam légy e földet. Én nem tudom, hogy neked mi a véleményed Jézus Krisztusról. Van-e közöd egyáltalán hozzá, hol maradtál el tőle, vagy még sose találkoztatok? Annyit tudok, hogy társadul akar szegődni mellé tőle. Olyan kedves ez a szürke mondat ebben az igében, hogy amint így beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt ment az úton. Talán úgy vagy most itt, hogy magadat is megkérdezed, hogy kerültél te ide, és mit keresel te itt. Testvér, nem te keresel. Jézus keres téged, és kínálja mindazt, ami hiányzik az életedből. Kínálja önmagát, hogy társadul fogadd a földön, mert ő benne mindaz benne foglaltatik, ami nélkül szűkölködünk, és amire szükségünk van az életed. Jézus hív ma mindnyájunkat az életre. Jézus szeretete és kereszthalálának a ténye kihívás mindannyiunk számára. Kihívás a bűnből, a hitetlenségből, de kihívás úgy is, hogy valamit mondani kell rá. Valamit tenni kell, miután értesültünk erről. Nos, így szegődik oda emellé a két búval bélelt Emmausi tanítvány mellé, és egyelőre még nem ismerik föl.
Jézus Krisztust feltámadása után senki sem ismerte fel azonnal. Megmaradt az ő személy azonossága, de dicsőséges teste olyan lepel volt, ami nem tette hozzáférhetővé bárki számára. A benne hívőknek azonban sorra rendre leleplezte, kijelentette magát, és azok egybehangzóan állítják, hogy ő az. Mivel nem ismerik fel, de rokonszenves utitársnak bizonyul, tájékoztatják az eseményekről. Testvérek, nem nevetséges ez? Ez a két emmausi férfi elkezdi magyarázni Jézusnak, hogy mi történt ő vele. Keseregnek az ő halála miatt, amikor már föltámadt. Panaszolják az ő hiányát, mikor ott megy velük együtt az úton. Hű, de okosakat tudunk ám néha mi is mondani ő róla. Megvitatjuk, hogy lehetségesek voltak-e azok a csodák, amikről a Szentírásból értesülünk. Megbeszéljük, hogy csak ugyan különbözhetette az ő kereszt halála azoknak a sokaknak a kereszt halálától, akiket abban az időben a római szokás szerint szintén kereszten végeztek ki. Megtárgyaljuk, hogy elképzelhető-e az, hogy csak ugyan feltámadt. És közben abból élünk, hogy értünk és miattunk halt meg a kereszten, közben az, ami egyetlen biztos reménységünk, hogy ő feltámadásával legyőzte a halált és a halál erőit, és miközben mi nagyokosan megtárgyaljuk, hogy ő van vagy nincs, közel van vagy messze van, ott áll mellettünk és arra vár, hogy elfogadjuk végre azt, ami nélkül hamarosan tönkre megy az életünk. Így járt ez a két emmausi is ott azon az úton. És ó, de igaz volt rájuk is, meg mire jánk is az, amit Jézus itt nem sokkal ezután mond nekik, ó, ti balgák és restidűek, akik képtelenek vagytok elhinni mindazt, amit a proféták megírtak. Mert amíg valaki hit nélkül boncolgatja a Jézussal történt eseményeket, mert itt ez a szó szerepel, mindig arról beszélgettek, addig Jézusnak a titka hozzáférhetetlen marad a számára. Addig legfeljebb addig jut el az ilyen ember, mint ők, hogy nagy proféta volt. És ez nem volt kis dolog. Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy ők ezt megvallották, mert a fejükkel játszottak, amikor egy idegen előtt a megfeszített Jézus tisztelőinek vallották magukat. Na de hát Jézus mérhetetlenül több volt, mint egy proféta, vagy akármilyen nagy proféta. Ezt egy mai hitetlen ember is elismeri, és ezt a mohamedánizmus is elismeri. Aki tudja, hogy kicsoda Krisztus, az nem azt mondja róla csupán, hogy ő proféta. Ezek az emmausiak azonban megerekedtek valahol a Krisztus megismerésének az útján. Megerekedtek nagypénteknél, az eseményeknél, hogy mit történtek vele. És nem tudtak tovább jutni, az útnak arra a részére már nem mentek, ahol hit kellett volna. Az eseményekhez nem kellett hit, azokat látták, végignézték. Ahhoz nem kell hit ma sem, hogy elhiszem, hogy egy Jézus nevű történeti személy kivégeztek a kereszten. De hogy ő te helyetted halt meg, és hogy az ő halála mindannyiunknak az életforrása és az egyetlen élet lehetőség. Ehhez már hit kell. Ahhoz még nem kell feltétlenül hit, hogy elfogadom, hogy van Isten. De hogy Istennek terve van az én életemre nézve, és hogy ezt az ő jóságos tervét nekem lépésről lépésre tudomásomra hozza. És én elhatározom, hogy semmit nem akarok tenni, amit ő nem akar velem, és mindenre kész vagyok, amit ő akar. Ezt nevezi a Biblia hitnek. Ez mérhetetlenül több, mint az, hogy elképzelhetőnek tartom, hogy van egy végső ok, vagy egy bizonyos értelem, vagy intelligencia igazgatja a világ mindenséget. Az emmausiakból egyelőre még ez a hit hiányzott. Az a hit, abból a mi kedves testvérünkből, aki egyszer prédikációt tartott egy beszélgetés során arról, hogy miért fontos az erkölcs, és hogy csak a vallásos ember lehet erkölcsös, és utána kiderült, hogy nem tudja elfogadni azt,
hogy kegyelemből van a mi üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van, nem cselekedetekből, nem erkölcsből, hanem kegyelemből Isten ajándéka. Ezt nem. Ehhez már hit kellene. Nem hasonlítunk mi sokszor ezekhez az emmausiakhoz? Ők tudtak valamit Jézusról. Sok mindent tudtak Jézusról. És ezt el is magyarázzák neki. De nem ismerik őt. Ha ismernék, testvérek, nem ők magyaráznának, hanem kérdeznének. Akkor Jézus magyarázna. Azt mondja a samáriai asszonynak Jézus, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, te kértél volna én tőlem, és én adtam volna neked élő vizet. Amíg én magyarázok, és nem érdekel az, hogy ő kicsoda és mit mond, addig nem ismerem Jézust. Ezért szánalmas, tragikus azoknak a vallásos embereknek a lelki helyzete, akik azt szokták mondani, hogy én szoktam olykor imádkozni. Én otthon is imádkozom. Vagy betérek néha egy-egy csöndes templomba, és ott elcsöndesedem. Ez kedves dolog, de emögött valami mérhetetlen szemtelenség van Istennel szemben. Mert ez azt jelenti, hogy ha éppen eszembe jut, én megtisztelem őt azzal, hogy szóba állok vele. De hogy ő mit akar mondani nekem, az nem érdekel. Arra nekem nincs időm, vagy el se hiszem, hogy Istennek van szava hozzám, és ez az egyetlen igaz szó ezen a világon, és az én beszédem is igazabb lenne, és megigazulna, ha erre a szóra hallgatnék. Lehet, hogy nem így gondolják sokan, de ez a praxis, ezt éli. Emögött, hogy én szoktam olykor imádkozni, és ezzel mindennek vége van, emögött ez van. Engem nem érdekel az Isten, mert nem tudom, hogy kicsoda ő. Ezek a derék férfiak magyaráznak Jézusnak. Elmondják, hogy mi történt ő vele. Teljesen egyoldalú, egyelőre a kapcsolatuk. De miért nem ismerték őt fel? Itt van ennek a pontos indokolása. Az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt fel ne ismerjék. Kitartóztatta vissza a szemüket. Maga Jézus. És miért? Kiderül a továbbiakból, hogy két világos oka van ennek. Az egyik az, hogy hadd beszéljék csak ki magukból mindazt a sok hitetlenséget, ami bennük van. Jézus türelmesen végighallgatja, tudja ő, hogy mi ilyenek vagyunk. De ezt meg kell fogalmazni. Akkor kerül világossága a bennünk levő sötétség, ha Jézusnak mondjuk el. Mondják csak ki nyugodtan, aztán majd utána ajándékba kapják a fölismerést. De még ennél is fontosabb oka annak, hogy egyelőre még nem ismerhetik föl őt, az, hogy Jézus Krisztus sem akkor, sem ma nem meghökkentő csodákkal segít minket hitre, hanem úgy, hogy hallgatjuk az ő igéjét, eközben megnyílik a szemünk, és fölismerjük őt. Ez történik a folytatásban, majd látni fogjuk. Egyszer csak ő veszi át a szót, Bibliát magyaráz nekik, aztán bizonyos időt együtt töltenek, és az ő ige hirdetését hallgatva meg az ő társaságában egyszer csak megtörténik a csoda, megnyílik a szemük, és felismerik őt. És ez azt jelenti, testvérek, hogy mi semmivel sem vagyunk hátrányosabb helyzetben, mint a két emmausi tanítvány. Mi ma ugyanígy ismerhetjük föl Krisztust, és ugyanígy változhat meg az életünk ennyire, mint az övéké. Tegnap láttuk, hogy mi volt az a nagy változás. Ők semmivel sem voltak előnyösebb helyzetben. Ugyanúgy ismerték föl Krisztust, mint ahogy ma is közülünk sokan már fölismerték, és hiszem, hogy föl fogják ismerni ezentúl, akik még nem ismerték föl. Hallgatjuk a róla szóló ige hirdetést, és egyszer csak világosság támad az agyunkban és a szívünkben. És azt mondjuk, hogy aha, hogy nem értettem ezt eddig? Akkor most már mindent másképp kell csinálni. És tudom, hogy hogyan, és miért, és kivel. Ez történhet az ige hallgatás közben. Ezért, ha valaki komolyan szeretne hitre jutni, és igazán vágyik arra, hogy az élete megváltozzék, a Szentírás alapján csak azt tudom neki mondani, hogy hallgassa az ige hirdetést. Akkor is, ha sok minden nem élt még belőle, akkor is, ha sok mindennel vitázik, vitázzon, de mondja ki. De ne egymás közt, mint ők, hanem Jézusnak. És ő majd a helyére teszi, és ő majd felel.
mert ő megnyitja eközben a szemünket. Ezért kezdik kérdezgetni őket, hogy valami módon párbeszédé váljék már a beszélgetés. Olyan egyszerűen és olyan kedvesen kérdezi Jézus őket, ahogyan csak ő tudott közeledni sebzett lelkű, szomorú emberekhez. Két kérdése van. Az egyik ez, miről beszélgettek egymással útközben? Banális kérdés. És mégis a szívük közepébe nyúl. Miről beszélgettek egymással útközben? Hát nem tudta ő azt? Dehogy nem tudta. Csak hogy akkor kerül világosságba minden gondolatunk, ha neki fogalmazzuk azt meg. És testvér, ha ma este te is felelni fogsz Jézusnak erre a kérdésére, abból imádság lesz. Lehet, hogy életed első bűnvalló imádsága. Mert miről szoktál te beszélgetni másokkal útközben? Miről beszélgettél idefelé? Ha egyedül jöttél, akkor is. Istennel beszélgettél? Kérted tőle fáradtan, egy-két-három szatyrot fogva, megkeresve egy fogózót a villamoson vagy a buszon, hogy adjon neked értelmes szívet ezután a nap után, hogy magaddal vihesd azt az ajándékot, amit ő elkészített. Vagy hogy adjon az ige hirdetőnek olyan igét, ami az ő szájából származik, mert csak azt tud újjáteremteni mindannyiunkat. Vele beszélgettél és letetted eléje a mai sérelmeidet? Vagy azokat, akiket otthon hagytál, a szeretteidet? És miről szoktunk mi beszélgetni a szeretteinkkel? Egyáltalán szoktunk beszélgetni velük? Pároddal, a gyermekeiddel, az öreg szüleiddel, a magányos és szúrós szomszéddal. Beszéltél már neki valaha Jézusról? És miről beszélgettek egymás közt a munkahelyen? Munka közben, meg munka helyett. Olyanról, ami igaz, ami épít, ami hasznos, aminek el kell ott hangoznia. És miről beszélgettek egymás közt egy családi összejövetelen? Csak azokról, akik távol vannak? Vagy arról is, aki jelen van? Istenről is szokott szó esni? És miről beszélgetünk itt a templomban? Az Isten tisztelet előtt. Meg mindjárt az Isten tisztelet végén, kivonulás közben. Mindjárt elsöpri az, ami bennünk van. Azt, amit be kellene fogadnunk és mélyre engedni. Miről beszélgettek egymás között jártatokban? Kérdezi tőlük Jézus. Ó, de sok felesleges, hiába való, szennyes, hitvány beszéd megy ki a mi szánkon. Ó, de sok hazugság, dicsekedés, panaszkodás, tévedés, mint ezeknek az emmausi tanítványoknak az esetében is. Az ige azt mondja, hogy a Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, és beszélgessetek egymással zsoltárokban, lelki énekekben, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Nos, ők arról beszélgettek, ami Jeruzsálemben történt azokban a napokban. És mi történt ott? Kérdezi tőlük Jézus. Ez a második kérdése. Mi történt ott? Csak ugyan. Ti tudjátok, hogy mi történt Jeruzsálemben azokban a napokban? És tudjuk, hogy mi történt Jeruzsálemen kívül, ott egész közel, a Golgota nevű dombon, két nappal azelőtt? Hát hogy ne tudnánk? Ők is tudták, el is mondják mindjárt, készségesen, szívesen. Azok így feleltek. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Testvérek, nem ez történt Jeruzsálemben, azokban a napokban. Ez csak a felszín volt. Úgy tűnt, hogy ez történt. De Jézus a továbbiakban részletesen elmondja nekik,
hogy mi történt Jeruzsálemben azokban a napokban. Az történt Jeruzsálemben azokban a napokban, hogy az Isten fia meghalt a te bűnödért és az én bűnömért. Az történt, hogy az Isten egyszülött fia a pokolig alázta meg magát azért, hogy elvegye az útból azt az akadályt, ami minket Istentől elválaszt, és ami miatt soha az életben nem lehetünk olyan boldogok, mint amilyenek szeretnénk és lehetnénk. Az történt Jeruzsálemben azokban a napokban, hogy az egyetlen igaz és szent, a kereszthalál minden kínját elszenvedte azért, hogy nekünk ne kelljen elpusztulnunk a bűneinkbe és a bűneink miatt. Jézus Krisztus meghalt azért, hogy minden szorongató kérdésedre legyen megoldás, hogy az életed minden nyomorúságából találj kiutat, hogy legyen szabadulás minden megkötöző nyomorult szenvedélyedből, félelmedből és tehetetlenségedből, hogy neked már ne kelljen meghalnod a bűneidért, ezért ő azt átvállalta, hogy megnyíljon az Istenhez vezető út, és mi, akik egy életen át csak ellenkezni tudunk Istennel, vagy udvariasan negligáljuk, semmibe vesszük őt, mi az Isten szeretett gyermekeiként találjunk vissza a mennyei atyához, akitől azonnal át is vehetjük az egész elveszített örökségünket. Ez történt Jeruzsálemben azokban a napokban. És az, hogy abban a pillanatban mindez a tiéd lehessen, mihelyt ezt hiszed, és ezt megpecsételed azzal, hogy meg is köszönöd neki. Ez történt. Az Isten örök terve valósult meg Jeruzsálemben azokban a napokban. Az Isten velünk kapcsolatos, kegyelmes akarata ment végbe. Ez történt. És hogy közben Kajafásnak meg Pilátusnak mit kellett statisztálnia emellett, az a részletkérdés. De hogy valóban ez történt, az is bizonyítja, hogy Isten nem hagyta a halálban az ő szent fiát, hanem feltámasztotta őt a harmadik napon. És ezzel elfogadta és hitelesítette mindazt, amit Jézus Krisztus földi életében mondott és tett. Egyébként ezt Jézus előre meg is ígérte, többször is az ember fia Jeruzsálembe megy, ott megkínozzák, megölik, és a harmadik napon feltámad. És ezzel nyitotta meg számunkra az életre vezető utat. És ezt nem hitték az Emmausi tanítványok. Hallottak pedig aznap Jézus feltámadásának a híréről, de ezt nem tudták hinni. Sokat tudtak Jézusról, bennfentes, jól értesült emberek voltak, templom közelében élő vallásos emberek voltak, egészen friss és hiteles információik voltak, mindezek birtokában mentek hazafelé reménytelenül, csüggedten, hit nélkül. Nem a te képed ez? Mennyi mindent tudunk mi is Jézusról? Csak éppen marad a bánatunk, a csüggedésünk, mert maradtak a bűneink. Mert hit nélkül tudunk Jézusról sok mindent. Mert nem tudjuk és nem hisszük, hogy valójában mi történt Jeruzsálemben azokban a napokban? Mert testvérek, Jeruzsálemben azokban a napokban végső soron az történt, hogy azt a középső keresztet neked állították fel. És mielőtt még azon téged kivégeztek volna megérdemelten, valaki helyetted meghalt. És miután ő feltámadott, mert Isten fia volt, ma este utánad jön ide, és kérlel téged, hogy hidd ezt el neki, mert ha nem hiszed el, meg kell halnod egyszer a szó igaz és teljes értelmében. Akkor hiába halt meg helyetted. Jeruzsálemben azokban a napokban az történt, hogy Jézus Krisztus kiszabadított minket a kárhozatnak, a bűnnek, a pokolnak, az ördögnek a rabságából, és Isten gyermekeivé tett.
De ez csak akkor lesz valóság valakinek az életében, ha elfogadja és hittel meg is köszöni. Enélkül, a reménység nélkül mentek ezek az emberek haza. Pedig mi azt reméltük, hogy ő lesz az Izrael megváltója. Hát nem az lett. Ők itt egy nagyon fontos szót mondanak. Ez a szó, hogy megváltó, ez azt jelentette, hogy valakit váltságdíj ellenében szabadon bocsáttatni, megvásárolni, kiváltani, megváltani. Pontosan ez történt Jeruzsálemben azokban a napokban. Jézus Krisztus nem aranyon vagy ezüstön, hanem az ő drága vérén kiváltott minket az atyáinktól örökölt hiába való életünkből, ráállított az életútjára, hogy mehetünk boldogan, mint Isten gyermekei. Csak ezek az emberek nem ezt várták tőle. Mi azt reméltük, hogy ő lesz az Izrael megváltója. És aki ismerős a kor irodalmában, annak ez a mondat egészen egyértelműen ezt jelenti, hogy ők azt remélték, hogy Jézus helyre állítja majd az ősi dávidi királyi trónt, a választott nép minden ellenségét megsemmisíti, és az egész földet uralma alá hajtja. Ezt várták tőle. És nem ezt kapták, hanem többet. És az a több nem kellett. Abban, amit Jézus elvégzett, nem ismertek rá a maguk váradalmaira. Ezért csalódottan mennek haza. Csak hogy Isten nem azt ígérte, amit ők vártak. Isten mást ígérte. Többet ígért. Testvérek, nem azért nem tudjuk mi átvenni Istentől azt az ajándékot, amit Jézus Krisztus kereszt haláláért és feltámadásáért kínál nekünk, mert mi is mást várunk tőle. Persze, hogy nagyon jó lenne már végre annyi év kínlódása után egy saját lakás, akármilyen kicsi, ahol bezárod magad mögött az ajtót és békességed van. Vagy egy kicsivel nagyobb a mostaninál, hogy emberi életet lehessen élni otthon. Persze, hogy nagyon jó lenne. De elhiszed-e neki, hogy ebben a mostaniban is csak akkor lesz békességed, ha egyszer ővele térsz oda haza, és akkor békességed lesz, és ha kibékülsz Istennel. Persze, hogy nagyon jó lenne egy igazi, Istentől elkészített, hűséges társ. Óriási ajándék, ha van. De előbb most Jézus önmagát kínálja neked társul. Kell-e neked utitásként ő? Egészség kellene, kérem, mondotta a napokban valaki. És bizony nagy kincs az, ha van. De én ismerek egy embert, aki keresztül kasul beteg volt, mégpedig gyógyíthatatlanul beteg, és ő is imádkozott három nagy szakaszban egészségért, hogy jobban tudja végezni a munkáját, és erre azt a választ kapta Krisztustól, hogy elég neked az én kegyelmem. Te maradsz ilyen betegen, és megtanulod, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. És ez az ember csodálatos erővel végezte a küldetését. Nem azért nem tudjuk mi a többet elfogadni, mert mindenáron valami mást akarunk Istentől. Olyan jó lenne, ha féltennénk ma este a magunk reménységeit. Ha nem ilyen szövegeket mondanánk Jézusnak, hogy pedig mi azt reméltük. És végre megértenénk, hogy ő mit kínál. És elhinnénk, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Isten mindent nekünk akar ajándékozni. De csak vele együtt. Jézussal együtt. Amíg neked nem kell Krisztus, állandóan hiányozni fog sok minden az életedből. Mihelyt valaki Jézussal összeköti az életét, átéli azt, hogy mérhetetlenül gazdag lett. Miről beszélgettek az úton, mi történt Jeruzsálemben azokban a napokban.
Ezt kérdezi ma tőlünk is a mi Urunk, és azt, hogy készek vagyunk-e a magunk reménységét félteni, és az ő ajándékát elfogadni. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy mellénk is ilyen kedvesen és ilyen mérhetetlen megértéssel szegődsz oda, feltámadott élő Urunk. Köszönjük, hogy ugyanolyan valóságos a te társaságod ma is, mint ennek a két emmausi testvérünknek lehetett annak idején. Áldunk azért, hogy engedsz beszélni. Mondhatunk mindent. Te úgyis előbb ismerted már a mi szívünket. És miközben ostobaságokat mondunk, vagy a magunk hitetlenségét valljuk, aközben te ismered már a mi új szívünket is. Taníts minket a te világosságodba letenni mindazt, ami bennünk van. Taníts minket ma este megszólalni, hozzád szólni, vallani neked. Köszönjük, hogy kérdezel, és úgy, hogy arra választ is válsz. Köszönjük, hogy a te szavad kihívás a számunkra. És köszönjük, hogy a te szereteted hívás. És köszönjük, hogy ma még lehet, ma még szabad elindulnunk a te hívásodra. Beszélj velünk most ebben a csendben, és szent lelkeddel bírjál szóra minket. Indíts imádsággal minket. Indíts el a te követésedre minket. Amen. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.